És amíg a világ más tájain például az esőzések, addig itthon a kánikula nehezítheti július utolsó napjait. Ezen a héten sok helyen 35 vagy akár 37 fok is lehet, és a napozással is érdemes vigyázni. A részletekért kapcsoljuk most meteorológusunkat, Fejős Ádám kollégámat. Ádám, mire számítsunk a következő napokban, és egyébként hogyan hat a szervezetünkre ez a mostani időjárás? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Kellemetlenül, tehát mindenképpen arra számítsunk, hogy az extrém UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között a bőrvédelemre is fontos odafigyelnünk, ahogyan a front helyzet is trükkösen alakul, hiszen nem lesz front átvonulás, tőlünk nyugatra található egy hullámzó frontrendszer, ennek az előoldalán érkezik a déli, délnyugati széllel a döntően száraz légtömeg. Az előttünk álló éjszakai, illetve hajnali órákban itt a Kárpát-medencén belül sem fog kifejezetten felfrissülni a levegő, így valószínűsíthetően rosszul fogunk aludni a következő napokban, hiszen 20 fok körül lesznek a minimumok, sőt nézzék csak meg, itt az Alföld déli, délkeleti részein a 22-23 fokos minimumok sem lesznek ritkák. Ehhez képest aztán a felmelegedés az nem lesz csekély, hiszen a délnyugati áramlás sokfelé erőre kap, viharos közeli lökések kísérhetik majd az alapáramlást, ráadásul a helyenkénti zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat majd a szél. Ez füllettséget is okoz, 31 és 38 fok között lesznek a csúcsértékek, tehát ahol ennyire meleg lesz, ahol extrém hőség lesz, ott mindenképpen figyeljünk arra, hogy hűtsük magunkat, hiszen 36 fokos az emberi szervezet jobb esetben, és a 37-38 fokban nincs lehetőség a direkt hőleadásra, úgyhogy figyeljünk magunkra is, és figyeljünk egymásra is.